A levegőből szinte észrevehetetlenül készítették ezeket a videófelvételeket a rendőrség munkatársai. Az akcióra néhány napja került sor, az egyenruhások speciális drónt használtak, hogy kiszűrjék a szabálytalan közlekedőket, munkájuk pedig bőven akadt. Voltak hárman olyanok, akik nem használták a biztonságjövet, illetve voltak, akik piros lámpán hajtottak át, vagy kézben tartott rádiótelefont használtak, illetve olyan is akadt, aki a stopptáblánál nem állt meg. A rendőrség az elmúlt napokban kiemelt figyelmet fordította a közúti ellenőrzésekre, nem csak drónnal, hanem a hagyományos megállításos módszerrel is sok szabálytalankodót elkaptak. Legutóbb december 28-án volt fokozott közlekedési ellenőrzés, amely során 19 szabályszegővel szemben intézkedtek a kollégák. Összesen 160 esetben fújattak szondát a néhány órás akció alatt, ezek közül egy esetben volt pozitív az eredmény. De olyan sofőr is horogra akadt, akinek sosem volt jogosítványa, mégis vezetni próbált. A kiemelt közúti ellenőrzések egyébként ezzel még nem értek véget. A hatóság munkatársai azt kérik, hogy szilveszter éjjelén se üljön senki volán mögé, ha már kocintott egy pohár pezsgővel.